A pécsi járási ügyészség három rendbeli rablás és több más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot két férfi ellen, akik hajléktalanokat bántalmaztak és elvették értékeiket. A vádlottak július 8-án éjszaka Pécsett az egyik parkban keresték ismerősüket. A két férfi látta, hogy a parkban a padokon hajléktalan személyek alszanak, és elhatározták, hogy amit tudnak, elvesznek tőlük. Az egyik sértetről a pulóverét vették le, egy másikról a cipőjét, és őt felszólították, hogy a pólóját is adja át. Az egyik alvó személy feje alól kivették a táskáját, amit aztán utóbb eldobtak. A negyedik sértettet két pofonnal ébresztették fel, és felszólították, hogy adja át az értékeit. A sértett ennek a felszólításnak nem engedelmeskedett, akkor megfenyegették azzal, hogy megölik. Ettől a sértettől elvették mobiltelefonját, iratait, bankkártyáját és készpénzt is. A két vádlott férfi ezután a belváros felé indult, de rendőrök hamarosan megállították őket, mindkettejüket őrizetbe vették. Az ügyészség a két férfit társtettesként vádolja több rendbeli rablás büntettével, kifosztás büntettével, okirattal és készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés végtségével. A legsúlyosabb bűncselekmény büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Egyébként mindkét vádlott büntetett előéletű, a 20-as évei közepén járnak. Most letartóztatásban vannak, büntetőjogi felelősségükről a pécsi járásbíróság fog dönteni.